Sok szeretettel köszöntünk mindenkit! Unorthodox know-how, családbarát közoktatás. Azért unorthodox és know-how, mert elvileg minden oktatási intézmény családbarát kéne legyen, de itt értjük ez alatt azt is, hogy a családbarát a munkavállalókkal szemben, tehát figyelembe veszik, hogy hogy valakinek beteg a gyereke, vagy meg szeretne házasodni, vagy akár azt is figyelembe veszik, hogy kéne idő arra, hogy megtalálja a partnerét. És családbarát úgy értve is, hogy a diákok magánéletét is segítik mindenféle módon, akár oly módon, hogy nekik is legyen lehetőségük értelmes programokra, találkozásokra, akár oly módon, hogy ha már ez most az egyetemre vonatkozik, hogyha már az egyetem alatt egy családot vállalnának, ebben mindenben támogatja őket az egyetem. Az első kérdésem az lenne hozzátok, hogy, hogy mit jelent a ti intézményetekben a családbarátság? Akkor kezdem én, mert én vagyok a legkisebbekkel. A mi intézményünkben arra törekszünk, hogy az a hármas egység, ahol a szülő, a pedagógus, a pedagógiai munkát segítő, mindannyian a gyermekekért dolgozunk. Tehát, hogyha egy kicsit így szimbólumokban szeretnék gondolkodni, akkor olyan, hogy a gyerek otthon megkapja az alapokat, amihez mi segítjük hozzá a kisgyermekeket, és a két oldalon áll egyformán a pedagógus, a pedagógiai munkát segítő és a szülő, és a csúcsán, a háztetőn pedig ott áll a gyerek, és az ő mindenek felett álló érdeke, amit mi próbálunk a mindennapokban szem előtt tartani. És minden programot igyekszünk úgy kialakítani, amiben a felnőttek, a gyerekek, a pedagógusok és a szülők is mindannyian jól érzik magukat. Tibor, mi van ott nálatok? Én kollégazgatóként vezetőként mindig azt vallom, hogy nagyon egyszerű alapvető feladatom van. Biztosítsam a, elsősorban a kollégáimnak, a tanáraimnak azt, hogy érezzék jól magukat a munkahelyükön. Ezáltal, ha ez megvalósul, akkor megvalósul a gyerekeknek is azt, hogy ők is jól fogják magukat érezni. És a harmadik láb, a szülői láb szintén bekapcsolódik ebbe, mert nélkülözhetetlen az, hogy ez a hármas egység, ez a háromlábú szék, én úgy szoktam nevezni, a legstabilabb ülőalkamatosság, az közösen együtt tudjon dolgozni. Jó esetben minden oktatási, nevelési intézmény családbarát, mert egy, a családokat szolgálja, a fiatalokat, kettő, a társadalmat azáltal szolgálja, hogy a jövő generációt felkészíti az életre, és hát a jövő generáció nincsen családok nélkül. Most ugye ez az egész oktatás téma, nagyon-nagyon aktuális tüntetések vannak, követelések. Ti mit láttok a saját területeken? ma? Mik a valóságos problémák, amivel mindenképpen foglalkozni kell? De hogy ne csak egy ilyen panaszáradat lenne, legyen szeretném, ha mindegyikhez mondanátok egy megoldást, és akár akkor most azért kezdeném Tivorral, mert mondtad, hogy ti minden problémát megoldotok, csak meg kell látni benne a jót. Tehát, hogy mik a problémák, mi a helyzet, és milyen jót látsz benne, és te hogy oldanád meg? Nekem az őszinte véleményem erről az, hogy ezt a szakmát rettenetesen átpolitizálták. <laughs> és ezáltal tönkre is teszik. Nálunk, hál' Istennek sikerült megőrizni magunkba azt, hogy mi tanárok vagyunk, és szeretünk tanítani. Talán azért, mert még a mikorosztályunk fel is esküdött valamire. Én ezt mondjuk visszahoznám majd. De ezáltal mintát is adunk. A pedagógus természetesen, hogy nincs megbecsülve anyagilag, mert ő is pénzért veszi a kenyeret, ez meg tény. Ezzel egyenlőre nem tudunk mit kezdeni. Próbálunk, mondom, olyan szituációkat teremteni, ami könnyebbé teszi magát az életet neki. Természetesen a fiataloknak pedig abban segítünk, azon is hogy, hogy először is kapcsolódjanak egymáshoz. Tehát <kül> próbálnak családot alapítani. És a alapításnál nem véletlenül mondtam azt, hogy, hogy első az otthon. Ha tudunk, és sikerül nekik egy olyan otthont uh, mutatni, a járás járásközpontban, én nekem nagyon jó kapcsolatom van a polgármesterekké, ők azért nyitottak arra, megmaradt sok szolgálati lakás. És uh, ezek, ezeket úgy megcélozzuk. Ez már egy nagyon nagy dobbantó. Aztán a későbbiek során, hogy hogyan fogják majd ezt a politikusok kezelni, uh, mi módon fognak eljutni odáig, hogy ráeszmének arra, hogy, hogy ez, ez tényleg kevés, mert nagyon-nagyon kevés, akkor, akkor, szerintem egy elismert szakma lehet ismételten. Köszönöm. Anita, bölcsöde, óvoda, front, a helyzet? Van elég óvonő, bölcsödei nevelő? Ugye kapcsolódni tudok Tiborhoz, és azt gondolom, hogy nem lehet azt eléggé hangsúlyozni, és nyilván ezt mindenki tudja, hogy az anyagi megbecsülés nagyon fontos, de mindemellett a társadalmi megbecsülés is nagyon fontos. És ami Tibor mondott, így ahhoz kapcsolódnék így az előzőekben, hogy az, amikor a szülő úgy van jelen egy intézményben, hogy ő támogatólag és nem kritika, kriti kritizálni, akkor, akkor egy kicsit azt érezzük, hogy egy csónakban nevezünk és, és tudunk így előre menni. És a társadalom, hogyha a pedagógusok mellett áll, akkor az nagyon jó irány. A másik a probléma, én azt látom, hogy, hogy a vezetőkön nagyon sok múlik. Tehát, hogyha a vezető motivált és szeretne szakmailag megújulni, akkor egy nagyon jó példa az ott dolgozóknak, és akkor senki nem gondolkozik azon, legalábbis a mintézményünkbe, mi hogy pálya elhagyó legyen, mert hogy még mindig látjuk a lehetőséget abban, hogy mi még mit szeretnénk pluszban beletenni, milyen módszertani újdonságokat szeretnénk. És nyilván itt a fenntartó is, hogy a óvodáknál az önkormányzat az, aki segít anyagilag, ő mindebben mellettünk áll. És én azt gondolom, hogy így mi nagyon jó helyzetben vagyunk, hogy szakmailag tényleg tudunk sikeresek lenni, és ezt érzik a szülők, és akkor itt jó gyereknek lenni mit, mit látsz pedagógus képzésben, a szülőként, a nagy tapasztalattal rendelkezel, mit látsz a mai, tehát a pedagógus oktatásról és a köznevelés mai helyzetéről? mindenki elmészik az első tanítóján nevére, hogy valaki, hogy 6 éves, 7 éves kora környékén megtanította írni, olvasni. Tehát megtanította az, arra alapkompetenciára, hogy utána tudjon tanulni. Tehát hihetetlenül fontos a pedagógus, a tanító a tanár szerepe, és hát a társadalomban látjuk, hogy most kicsit ez elcsúszott, hiszen sem az anyagi megbecsülés nincs ott, sem pedig az a fajta erkölcsi megbecsülés, hogy fölnézek egy tanárra. Szerintem nagyon fontos lenne, hogy valóban a pedagógusok az átlag értelmiségi diplomás bérnek nem vagy 80 át hanem minimum 100 át megkapják, ezzel a társadalom kifejezni, hogy tényleg értékeljük azoknak a munkáját, akitnek a munkája miatt az összes többi mérnöknek tud tanulni, jogásznak tud tanulni, hegesztőnek tud tanulni, szakmunkásnak tud tanulni, és itt tovább. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ahogy vége, régen volt alkalmassági, valóban legyen egy, egy pozitív státusz az, hogy valaki alkalmas arról, hogy pedagógus legyen, és rábízzük a legféltettebb kincsünket, az óvodásunkat, a kisiskolásunkat, és a, a, az egyetemistánkat. Akkor én a státusztörvényről nem tudom, mondanátok pár szót, rossz, nem rossz, mennyire rossz, vannak ilyen jó elemei, mi az, ami nem jó, miért? Tehát, hogy, na, mit gondoltok róla most a két érintettet, kérdezem. Most bocsánat, azért nevettem vettem ennyire, mert nagyon speciális helyzetben vagyok. Én ott voltam végig ezeken a tárgyalásokon, az államtitkárságon. Mert a, a nemzeti, a nemzeti pedagógus pedagógus. Karal részt vettem ezen a Meetingeken Van benne jó is, és rossz is. A rossz az, hogy eleve szabályozni kell olyan dolgokat, amelyek nem biztos, hogy mindig kellene. Mert ez, rossz... ez egyfajta bizalmatlanság, nem? Igen, Van igen, 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 igen. Azt visszatérve a társadalom és a pedagógus megítélésébe, ez, ez megjelenik a törvényekben is. Tehát nem hisszük el, hogy ezt megcsináljátok. Nem hisszük el, hogy megtanítjátok azt az óroszámot, ellopjátok nektek ennyit és ennyit meg kell. És ez, ez visszás. Nem megyek mélyen bele. Jó, az, ami, ami nekem leginkább ö, Jónak látszik, és szerintem ebből lehetne építkezni. Magyarországon ö, talán először fordult elő az, hogy minden pedagógust egyformán fognak mérni. Anita? Nekem így az a meglátásom ezzel, hogy tehát, hogy megint van valami változás, és nagyon sokan gondoljuk úgy, hogy a változás az nem jó és rossz, és ö, nagyon sokan ilyenkor hangosak, és a, 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 negatív dolgokat halljuk meg mi is jobban. Holott azt gondolom, hogy ahogy a Tibor említette, tehát hogy vannak ebben pozitív dolgok, és nekünk pedagógusoknak pedig tényleg a pozitív szemléletet kell látni. Sokszor nagyon-nagyon nehéz meglátni a mindennapokban, és Kapcsolódnék a, újra a szárnyépítgetéshez, tehát hogy elő kell keresni a tollakat és építeni azokat a szárnyakat. Lehet, hogy ezek most nem színes szárnyak lesznek, hanem, hanem, hanem csak feketék és fehérek, de hogy idővel kiszínesíthetjük ezeket a szárnyakat. Csak lássuk meg azt, hogy fel kell csatolni a szárnyakat, és muszáj, hogy szárnyaljunk. Igen, hogy a, a státustörvény kapcsán nyilván a, a, köznevelési intézményeket jobban fogja érinteni. Én, mint modellváltó egyetemnek a munkatársa, azt tudom mondani, hogy ugye mi is a közalkalmazott alkalmazott átkerültünk a munkatörvényköve szerinti jogviszonyba. Én nyugodtan mondhatom, nem csak a saját személyes példámon keresztül, hanem a kollégák, szerintem semmilyen hátán senkit nem ért, hogy mi a munkatörvénykönyve alá tartozunk, és sokkal nagyobb szakmai és anyagi szabadságot jelent az egyetem az intézmény számára ez a fajta modellváltás. Ugye mi az első hat modellváltóban benn voltunk. A másik dolog, hogy ehhez természetesen nálunk is egy nagyon jó kidolgozott, évekig tartó folyamat eredményeként kidolgozott teljesítmény értékelési rendszer került bevezetésre. És ez azt jelenti, hogy nekem is kari vezetőként a kollégáimat értékelni kell, de saját magamat is, és ugye a hárban mondjuk ezt a 360 fokos értékelést, hogy értékel a főnököm, értékelem a magamat, és értékel a beosztottam. Tehát egy kölcsönös értékelés, sokkal reálisabb képet kapunk a szakmai munkáról, a kötelező feladatok teljesítésének az értékeléséről, illetve ha valaki pluszot végez, akkor megvan a lehetőség egyrészt az anagi premizálásra, elismerésre, másrészt az erkölcsi elismerésre, mert látszódik azt, hogy valaki a kötelező minimum megcsinálta, vagy pluszot. És ez pontok szintjén is látszódik, hiszen ugyanolyan beosztású kolléga adott esetben két-háromszoros pontértéket tud produkálni. Na most Nyilván nincs ö, közleten összefüggés, akkor nem fog kétszer háromszor annyit keresni. De van egyfajta érezhető elmozdulás, és azt gondolom, hogy ö, saját tapasztalatom az, hogy aki tisztességgel, becsülettel végezte a munkáját, az felélegzett, hogy végre van egy látható, egyértelmű, ö, transzparens, teljesítményértékelési rendszer, amiben látszik, hogy most ő egy többet teljesítő kolléga, illetve arra is van lehetősége, mint egy jó vállalatnál, hogy ezt a német vállalatok győbelés sok van, és hozzák, hogy ugye ilyen életfázisokhoz kapcsolódó munkavégzés, ha tegyük föl neki akár családjogok, okok, kápolása, az, hogy ő most ebbe a két évbe kevesebbet szeretne dolgozni, akkor megkapja a lehetőséget, hogy akkor tegyük 6 hat órában dolgozik. És nyilván kevesebbet fog keresni, de lelkiismeret furdalást ők megteheti azt, hogy ő kevesebbet teljesít az adott időszakban, de lehet, hogy mondjuk a 25-35 éves koraközt, amikor még esetleg nincs olyan családi feladata, akkor meg napi 12 órát letolja, 5 projektbe részt vesz, és akkor egy kiemelt jövedelemhez jut. Tehát sokkal rugalmasabb a rendszer, ennél fogva igazságosabb is azt gondolom. Tehát nem kell tőle félni, én csak a saját egyetemi példát mondom, hogy modellváltás, új, új jog munkatörvénykönyve, sokkal kiszámíthatóbb, transzparensebb és korrektebb rendszert vezettek be. Én bízom benne, hogy majd akik jönnek hozzánk pedagógusok továbbképzésre, be fognak arról számolni, hogy végre egy korrekt teljesítélek értékelési rendszerben látszódik az, hogy kinek van több versenydőztes diákja, kinek a diákát feszik főbben a felsőoktatásba, ki az, aki egy pozitívabb szakmai és, és szellemi légkör tud teremteni maga körül. Úgyhogy én optimista vagyok természetesen, de nyilván az egyénnek a munkáját bele kell tenni, egyfajta minőségi munkát köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, lejárt az időnk, nagyon köszönöm a beszélgetést. Gondolom, hogyha valaki szeretne, akkor beszélgethet még veletek külön. Köszönöm szépen!